Sziasztok, Polerecki Hanna vagyok, és a Gaspel Café szimplát látjátok. Ha jól tudom, akkor te régóta írsz dalokat, tehát fiatal korod óta is, hogy mesélsz egy picit, hogy ez hogy történt, meg hogy először hogy kezdted dalokat írni? Igen. Az első dalnál 13 éves voltam, amikor megírtam ezt a dalt, és igazából ez a zene szeretetéhez nyúlik vissza. Olyan 5-6 éves koromban nagyon elkezdett érdekelni a zongorázás, és mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék zongorán tanulni. És 12 éves korom környékén a keceli pünkösi gyülekezetben szükség volt egy zongoristára, és emiatt, a szükség miatt megtanultam játszani könnyű zenén, tehát nem a klasszikus zongorát, hanem a könnyű zenei akkordokat. És valahogy ezzel kapcsolatosan igazából elkezdtem játszani a dicsőítő dalokat is, és hát egyszer csak megszületett egy dal, igazából eléggé spontán volt, és nem készültem rá, én nem is tudtam, hogy szeretnék dalt írni, vagy ilyesmi, de egy olyan pillanatban, amikor Istenhez fordultam az én problémámmal, örömömmel, akkor megszületett egy dal, és utána a többi is. Az nagyon jó. És miről szólt konkrétan ez az első dalod? Ez a dal, az a címe, hogy Boldog vagyok, és a refrén arról szól, hogy boldog vagyok, ezt kiáltom hangosan, Jézus az én Istenem, és benne bízom. A verszak pedig inkább egy ilyen hozzáfordulás, hogy a problémámban szeretnék hozzáfordulni, keresem őt, nagyjából ilyesmi. De azt tudom, hogy szomorú voltam abban a pillanatban, de ennek ellenére a dal címe végül a Boldog vagyok lett. Wow. És mindig gospel vagy dicsőítés dalokat írsz, vagy írtál, vagy volt, amikor más témáról is írtál? Hát nem nagyon volt más téma, inkább csak dicsőítő dalok, és Istenhez kapcsolódóak. Mást még nem próbáltam. Most nemrég írtam egy esküvőre egy dalt, de az is keresztény üzenetű, tehát arról szól, hogy Isten áldja meg a párt, de az nem közvetlenül úgymond Istenhez szól, de inkább ebben a témában mozgok, ez az, ami megihlet. És korábban mondtad, hogy amikor kezdtél zongorázni gyülekezetben, hogy a könnyű zene akkordokat kellett tanulni, akkor ezek szerint klasszikus zenével kezdted tanulni? Igen, klasszikus zenét tanultam, álcsuli első osztályos koromtól egészen a 8. osztályig. Bár az utolsó évben már nem nagyon szerettem a Bachot, és meg is beszéltem a zongoratanárommal, hogy Bachot nem szeretnék tanulni, az összes többi jöhet, de azt már jó lenne, hogyha kihagynánk. Volt is egyébként egy ilyen irányügy volt, hogy ebben tanulok tovább, tehát konziba megyek, de aztán végül úgy döntöttem, hogy ez a napi 3-4 óra gyakorlás, ez kicsit sok lenne, és nem is érdekel annyira, és igazából itt váltott át ez így a könnyű zenére, az akkordokra. És érzed, hogy egy picit maradt ez a klasszikus befolyásolás, hogy ilyen klasszikus dolgok vannak még a zenédben, vagy inkább teljesen átváltottál egy ilyen könnyű zené irányba? Én azt gondolom, hogy átváltott. Talán, ha mondjuk a Szélbevezetőjét nézem, az egy kicsikét ilyen lírai, vagy ilyesmi, ott talán megjelenhet. Viszont gimnázium első két éven jazz zongorát tanultam. Annak a hatását inkább érzem akár a hangok vezetésében, mármint az ének hangok vezetésében, vagy akár egy-egy akkordban. Most már talán egy picit kikopott, de hát így a kettő együtt valahogy. Mindjárt. És beszélj picit arról, hogy a dicsőítő iskolában, hogy az hogy befolyásolt téged, mint zenész, meg mint a dicsőítés vezető? Jó, gondolkodom. Hát ez egy elég nagy löketet adott, bár hozzátartozik a dologhoz az, hogy előtte egy évvel kezdtem el tanulni énekelni. Körülbelül egy-két évvel előtte kezdtem el éneket tanulni.
ugyanis azt éreztem, hogy nagyon sok dal van bennem, nagyon szeretek dicsőítést vezetni, viszont éreztem a hangi akadályaimat, azt, hogy csúszkál, azt, hogy nem tudom jól megfogni a hangot képezni, és nekem valahol inkább ide nyúlik ez vissza. Ez miatt mertem úgymond bevállalni a dicsulis dalversenyt is, hogy úgymond kiállni színpadra, elénekelni. Bár ott még a refrénre megkértem az egyik barátnőmet, hogy énekeljen, mert túl magas volt, és nem éreztem még ott jónak a hangomat. Eléggé sok változást hozott utána, amivel a Szél című dallal megnyertem a dicsulis versenyt, és ezt a dalt felvették nekem ingyen egy stúdióban, és ehhez tettem ugye hozzá a saját dalaimat, tehát gyakorlatilag ez volt az induló csomag, ami után szélesebb körben is vannak, akik megismertek, vagy hallottak rólam, úgyhogy ebből a szempontból sokat változtatott. Nem dicsőítek máshogy azóta sem, tehát hogy az Istenhez való hozzáállásom az előtte meg utána is ugyanolyan volt. És amikor a más dicsőítő számot játszol, nem a sajátod, akkor mi a kedvenc a bandád, vagy előadód, vagy dalszerződ, akit sokat játszol a dalait? Hát, ez nálam egy picit külön válik. Vannak kedvenc dicsőítő dalaim, viszont azok nem feltétlenül vannak a kedvenc előadómtól, vagy előadóimtól. Nekem nagyon nagy példakép Martin Smith, én nagyon szeretem az ő zenei ízlését is, nagyon kreatív, és minden dala más, és nagyon szeretem az alázatot is, ahogyan a koncerteken, dicsőítő alkalmakon megjelenik, és ahogyan foglalkozik az emberekkel. Viszont tőle, mivel nincsen túlságosan sok fordítás magyarra, ezért kevés dalt használunk tőle, vagy hát a jelenlegi repertoárba mondhatni, hogy semmit. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ő így a kedvenc előadóm, és ezen kívül a dicsőítő dalok pedig az teljesen vegyes, tehát hogy mi az, amit megszeretek, inkább az üzenete az, ami a fontosabb, hogy mennyire tudom magaménak érezni. Tehát ez így teljesen vegyes. És milyen zenét szoktál hallgatni amúgy? Milyen műfaj, vagy mi a kedvenc a stílusú zenéd? Hát, főleg ilyen akusztikus zenéket, mármint akusztikus hangszerelésű zenéket, abban is azt, amiben a gitár a fő téma. Ez egy kicsit vicces, mert én zongorán játszom, és talán lehet, hogy pont azért, mert az már túl unalmas azt hallgatni. Olyanokat hallgatok, amiben sok a gitárjáték, keresztény előadóktól, nem keresztény előadóktól, és úgyhogy ez is teljesen vegyes. És van valami kedvenc együttesed, vagy előadód, aki nem keresztény körökbe mozog, hanem csak amúgy ilyen kedvenced? Hát egyet tudnék talán kiemelni, John Mayert nagyon szeretem. Neki vannak nagyon-nagyon jó albumai. Abból is az egyik, a Continuum, azt bármennyiszer meg tudnám igazából hallgatni. Régebben nagyon szerettem még a Coldplay-t is. Azt mostanában nem hallgattam, az egy pár évvel ezelőtt volt ilyen folyamatosan visszatérő zene, amit így hallgattam. Most picit változtok témát, hogy most jelenleg van valami új a dal, amin dolgozol, vagy valami új projekten, amiről mesélnél? Most jelenleg igazából az év második felében szeretnék neki látni egy új CD-nek a elkészítéséhez. Van még egy néhány akadály, amit le kell küzdeni, mint például az idő, hogy mikor fogok ráérni, vagy az, hogy ki fog nekem segíteni a hangszerelésben, ugyanis abban általában segítséget szoktam kérni, akár a stúdió felvételnél. Én nem hallom, hogy most jól szól-e a lábdob, vagy hogy most milyen hangmagasságú gitárt kellene oda tenni, vagy hogyan kell ezeket összemixelni. De a dallista az már megvan, hogy mi az, amit szeretnék rátenni a CD-re. Úgyhogy egyelőre ez a jövőbeni terv. Születtek
már azóta is új dalok, tehát ebben az évben is elkezdtünk játszani 2-3-at. De mivel erről nincsen felvétel sehol, és csak a koncerteken, vagy dicsőti alkalmakon hangzik el, ezért nem olyan ismertek ezek most még, hogy ha megemlítem, akkor bárki tudná, de vannak új dalok, meg folyamatosan születnek. Majd egy CD-re. Azt is hallottam, hogy a Balaton neten fogtok majd fellépni, és hogy milyen várakozások vannak bennetek? Hát nagyon vágyjuk már. Abból a szempontból nem, hogy nyár végén lesz, és utána következik az ősz, ami után hideg lesz, és azt nem szeretem. De magát az eseményt már várjuk. Hát én nagyon kíváncsian állok elé. Nem voltam még lent a Balatonneten, csak hallomásból, hírből ismerem már régóta, hogy ez van. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen típusú emberekkel fogunk találkozni, hogy milyen lesz maga a koncert, amit adunk, úgyhogy hát izgatottan várjuk, hogy mi vár ránk. És te hogy látod, milyen lesz ez a program, amivel felléptek, hogy milyen lesz ez a koncert? Én azt gondolom, bár még nem egyeztettem a szervezőkkel, hogy inkább dicsőítés lesz ez. Tehát ismert dicsőítő dalokat fogok összetenni saját dalokkal, és ebből lesz egy olyan repertoár, hogy tudjunk Isten elé menni, keresni az ő arcát, az ő üzenetét, és szerintem ilyenekkel fogunk készülni valószínűséggel. Meg lenne egy kérdésem, kíváncsi vagyok, hogy a színpadról mennyire szoktatok, vagy mennyire szoktál beszélni a közönséggel? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis nem vagyok annyira beszédes. Talán a szakmámból is adódóan mérnök vagyok, és valahogy az agyam is ilyen kicsit táblázatokban, számokban, rendszerekben gondolkodik, és szeretem az emberekkel csak azt közölni, ami tény. Nem vagyok ez a mellébeszélős fajta, és ez sokszor problémát okoz, vagy okozott a színpadról is. De azt gondolom, hogy azért fejlődik a dolog, tehát még az elején egészen nehéz volt kifejezni magam, most már azért gyakrabban beszélek, de tehát úgy mellé beszélni, vagy úgy beszélni csak azért, hogy történjen valami, nem annyira szeretek, inkább szeretem azt, hogyha hallom Isten üzenetét, vagy van egy nagyon erős benyomásom, vagy bármi érzékelésem, akkor azt átadom, vagy azt továbbítom. Illetve még a koncertek elején, végén szoktam csinálni ilyen kis bemozgató, jégtörő, akár ilyen játékokat, hogy most közönség énekelje vissza több szólamban, most tapsoljunk, most ez legyen, az legyen. Úgyhogy nem vagyok bőbeszédű, inkább a zenére koncentrálunk. És van valami visszatérő téma, amit érzed, hogy Isten sokszorra ad neked ilyen benyomást, hogy egy konkrét témáról beszéljél? Hát talán az, hogy tényleg minden helyzetben hozzáfordulni. Nyilván minden keresztény ember nagyon sok örömön és nagyon sok nehézségen is átmegy, és én is tudom és emlékszem arra, hogy a mélypontokon mindig Isten lendített tovább is. Ugye, amikor minden jó, akkor boldogok vagyunk, amikor minden jó, akkor pedig sokszor az van, hogy az egyetlen megoldás Isten és senki más, és hozzáfordulunk. És ezek nagyon megmaradtak bennem, ezek az emlékek, vagy úgymond élmények. Azt gondolom, hogy ez szokott lenni talán egy ilyen visszatérő téma, amit sokszor feljön bennem a dicsőítés alatt is, hogy bátorítani mindenkit arra, hogy tényleg minden helyzetben hozzájönni, és bátran elhozni a kéréseinket. Igen, ez szokott lenni általában. Uh-huh. És milyen terveitek vannak még ebben az évben? Hát, van egy kis táblázatunk a zenekarral, van több meghívásunk is,
egyik ezek közül ugye a Balatonnet. Ott leszünk a Csillagponton is nyár közepén Debrecenben. Aztán az év második felében ősztől leszünk kint Erdélyben is, Tágastér Fesztiválon, tehát egészen sok helyen. Úgyhogy ezekre készülünk, és reméljük azt, hogy áldásos lesz minden.